Ma megmutatjuk, hogyan haladtunk az engedelmes feladatokkal, az alapengedelmes feladatokkal, mint az ültetés, fektetés és állítás. Tárgy most 4 hónapos, nem feltétlen kell ezt elvárni egy 4 hónapos kutyától, de az érdekesség az, hogy az előző kutyáimnál hátsó lábra fixáltam őket a kezdetekkor, és később, amikor elérték a felnőtt kort, akkor raktam át őket mellső lábra, míg most Tajival eleve mellső láb fixálás van. Az mit jelent? A mellső láb fixálás azt jelenti, hogy ültetésnél, fektetésnél és állításnál a mellső lábai maradnak egy helyen. Ezt láthatjátok a videóban is, hogy erre törekszem. Mindenféle segédeszköz nélkül egyelőre. Aztán majd később bevethetek különféle segédeszközöket, targetet, hogy ez minél pontosabb legyen. Szuper! Innentől pedig tömény cukiskodást láthattok Taj Mahaltól. Itt látszik az egyébként, hogyha megfigyelitek, hogy mennyire kajla még. Nem is várható el, hogy pontosan dolgozzon. Tényleg játékos tanítás kell, hogy legyen ezekben a hónapokban a cél. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, illetve ha a feliratkozás gombra kattintasz, majd a mellette lévő csengőcskére, további tartalmakat kaphatsz tőlem.